Ildikó. Mi úgy kérjük, mi azt kérjük a választópolgároktól, hogy a második fordulóban úgy szavazzanak, hogy ne kelljen utána esetleg bánkódniuk vagy szégyenkezniük a szavazatuk miatt. Vagyis a világnézetüknek, értékeiknek megfelelően szavazzanak. Mi pedig igyekszünk nekik bebizonyítani, hogy mi vagyunk a legjobb kormányzó erő, méltóak vagyunk a bizalomra, és ezért kérjük az ő szavazatukat. Nem kalkulálunk. Szeretnénk minél több bizalmat szerezni. Szükség van. A válságból való kilábalásra arra van szükség, hogy minél nagyobb legitimációval, minél nagyobb támogatottsággal bírjon egy kormány. Ez a kisebb parlament és a kisebb képviselőtestületekről szóló törvény, de ezt többször is elmondtuk, hogy az első törvények között szeretnénk ezt beterjeszteni. Ő említette az elszámoltatással, vagy a számonkéréssel kapcsolatban a mentelmi jogról szóló szabályozást is. Itt lehet, hogy a mentelmi jogot önök nem szeretnék megtartani közvázas ügyek esetén. Mi azt szeretnénk megszüntetni, hogy a mentelmi joggal vissza lehessen élni. Az én személyes véleményem, hogy minél hamarabb legyen parlament. Én szeretek ott ülni. Köszönöm. Feri Karancs. Az OVB elnöke tegnap azt mondta, hogy alszik egyet arra, hogy lemond-e, de ennél azért bonyolultabb a kérdés, mert úgy tűnik, hogyha az ember megnézi a szabályozást, hogy a második fordulóban ugyanilyen sorok lesznek azoknál a kijelölt szavazóköröknél, ahol lehet szavazni igazolással, és hát azt is látni lehet, hogy ezek az idők ezek még nagyobbak lesznek, hiszen ellenőrizni is kell az ő igazolásukat, hogy az első fordulóban hol adták le a szavazatukat. Önöknek van-e véleményük arról, hogy ezt a rendszert valahogyan megváltoztassák, vagy meggyorsítsák? Tehát ugye a törvényes keretek erre nagy lehetőséget nem adnak, vagy megint lesz a botrány? Tehát a Fidesznek van erről valamilyen álláspontja? Hát az én ismereteim szerint voltak arra technikák vagy megoldások, hogy ezek a hatalmas sorok, ezek megszüntethetők legyenek. Többek között ilyen volt az, hogy előzetesen névjegyzébe vették azokat az embereket, akik az adott szavazókörben szavaztak. Másik lehetőség az volt, hogy több embert állítottak be a nyilvántartás vezetésére. Ha jól tudom, akkor az idő jelentős részét az vette el, hogy fel kellett venni a személyes adataikat ezeknek a szavazóknak, ami talán most a második fordulóban már nem szükséges, hiszen az ő, hát ez talán rövidebb idő, mint fölvenni. Tehát én abban bízom, hogy talán most rövidebb sorok lesznek, illetve találékonyabbak lesznek az ott lévő emberek, és meg tudják oldani ezt a problémát. Egy váratlan helyzet volt, annak ellenére mi úgy gondoljuk, hogy meg kell vizsgálni, hogy mindenki megfelelően járt el, és nem történt-e mulasztás az ügyben. Igen? Ez utóbbira szintén többször elmondtuk már, hogy mi az eljárások egyszerűsítését tervezzük. Ugye a bürokrácia kategóriájában nem csak a személyzeti kérdések tartoznak, hanem magának a bürokratikus eljárásoknak a kérdése is. Mi abban bízunk, hogy például a közigazgatási eljárási törvény módosításával tudunk egyszerűsíteni az ügyintézésen, ezzel is a takarékosság irányába tudunk elmozdulni. Ami a rendőrök ügyét jelenti, ott én szerintem nyilván majd, ha meg kell hozni a döntést, akkor figyelembe kell venni a közbiztonsági mutatókat is, hogy hol a legszükségesebb, a leggyorsabb beavatkozás.
ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmüket, és további kellemes délután kívánok.